Volt néző? Volt néző van? Szia! Egyből izé van. Block screen. Csá mindenkinek, szevasztok, hello RP, szia modnéző, szia streamnéző, szipiszopó, biszibaszó, fiszifaszó, hello mindenkinek, csá, szevasztok, hogy tudok felszubolni, alul van egy dollárszjel, ott van, azt eldöntött, hogy mi van, nagyjából ennyi. Mikor lesz Rust? Jövőre, Gábor, megvárjuk a szobadat vele, én azt mondom neked, és közben meg Egi. Szia! Amerikás videó? Hű, hát ez hány éves, mi a faszom van itt valami muslinca? Hát milyen, mi folyik itt gyöngyösen? Viki, nagyon szépen köszi, 2 hónapot! Nagyon-nagyon szépen köszi, és hello mindenkinek! Jó napot kívánok! Gyere már! Hát nem igaz, hogy mindig meg kell álljunk. Hát basz meg! Fogunk odaérni. Értem én, hogy itt rigyálsz, de nem tudok mit csinálni, ha húgyozni kell, akkor húgyozni rossz kell. Rosszat a gondok. Hát az a te hibád. Jöhetnél, neked, hogy megnézlem. Neked kéne pőpújni. Mi a helyzet? Hát én fújogatnám, csak azért a múltkori az annyira nem esett jól. Melyikre gondolsz? Hát a dokinős, a vises dokinő, mert ugye én vagyok az igazi. Na, az majd kiderül, hogy ki az igazi. Hát ez így van. Balázs, ez én ezzel... voltam, én leszek mindig. Na de mindegy. Nagyon szupi programra hoztalak ma. Ezt veheted egy randinak is. Mit fogunk csinálni? Meglepetés. Ez már rossz? Hát itt vagyunk. Hol az ajándékom? Tudtad, én vagyok. Ma van a születésnapom egyébként. Nem... Akkor figyelj, mi van rajtam. Boldog szülinapot! Assza kurva, mi van oda írva? Az igen, előről meg lehet nézni. Honnan? Forduljál, vagy megyek én, maradjál. Gyere, aha, gyere. És ki a szerencsés, azt lehet tudni? Hát de... Az kurva Isten, hogy nem. Figyelj! Figyelj csak! Téged... Férhez fogok menni. Jó, figyelj. És hozzád. Ati, kösz szépen. Igen? Niki. Figyelj már, de kicsit takaréklángon lobogjál már, mert tényleg oda baszok egyet, te figyelj már. Ezt most fejezd be, jó? De te fejezd végre, be, mert... Végre helyre jött a kettőnk közötti kommunikáció. Normálisan beszéltem veled, te is beszélj velem normálisan, kérjél jó? Kérjél bocsánatot először is. Nem, gyere, induljunk el. De figyelj már, de... Kérjél bocsánatot. De ez nem úgy szokott menni, hogy két ember megbeszél, és akkor mindenki igent mond, te rohadt... Nem, most terrorista. Gyere már. Hát jövök, bazd meg. Hát ennyire tudok jönni, na. Hát, ízületi problémáid vannak? Nem, én nem sietek, érted? Nem kell sietni, hát sietsz, az egy szívbajt kapsz. Érted? Te rohadék. Rohadék. Beszélj így velem. De az vagy, bazd meg. Az vagy, mert rámerőtetted magadat. Azt pinát meg nem adsz, érted? Hát de én akarok adni. Másik meg, hogy érted, az az alap, hogy benyeli a gázsi. Te megállandóan köpködsz, mint a tebe. Nem, én nem köpködök egy urinő, nem köpköd, szerintem összekeversz valakivel. Nem keverlek össze. Urinő nem köpköd, lenyeli. Jó estét, kibálok. Gyere, menjünk. Jó estét. Szép jó napokat. Azt a Hector mit keresel itt? Nem látod? Te követsz minket amúgy? A mennyasszonyommal vagyok éppen, akit meg fogok baszni. Milyen mennyasszonyom? Így van, tessék, bemutatkozik. Annak is elvett az esze biztos. Hát nézzél már magadra. Huli cukor után vagy az előtt lesz? Figyelj, te... Pulicukor megszült már? Te ilyen időutazó vagy? Hogy te itt meg ilyen dolgokat? Te mi vagy te, hogy így mozaikozol itt az időben? Hát figyelj, egy család. De figyelj már őket, a nyugdíjas klubból ismered? Egy család vagyunk elvileg, csak szádat, én érdekelt már. Ja, de várj, hát én tudom, hogy kik ők. Na. Hát ő a Kárlító anyukája, nem? Igen, akkor hónaptól csókolom, jó? Tapsot kérünk. Jézusom. Figyelj, szaladjál, azok a lógó csöcsök úgyis tapsolnak. Szaladjál, tegnap este még ezt fogdoztad. Én meg a Lali anyukája. Én semmit nem pogdoztam. Hát én meg nem ezt nem kérdeztem. Én hát opot, jó, ez 1-0 ide eddig. Mi van? Na de válaszoljam a Hector, ez most a policukor után lesz, vagy előtt? De figyelj már, amúgy ez az afrikai megtanult beszélni. Ne bárcsak szegény. Emlékszem, csak ugatott, amikor... Van, de én nem bántam, csak ugatott, amikor találkoztam. Az a baj, nincs beoltva a veszettséggel. Hát én eddig se ugattam, az, hogy te nem érted. Basszus, egész érthető, de jó.
Ugye csipleolvasóval meg kell nézni a nyakát, azt meg kell keresni a gazdáját. Persze. Én azt mondom. Kevin, kösz a 4-20-át! Sajtos minket. Én érzem, hogy te követsz minket, geci. El akarunk szabadulni tőletek egy kicsit erre, mert itt is megjelent. Te szerelmes vagy belém. Direkt csinálod a bújt. Nézd meg, mind hóvét. Szerelmes belém amúgy ezek, mind. Mind paszkőnek. Na mondjuk erre azért nem lennék büszke. Aha, igen, hát, és akkor tegnap kikérte a piramis tőlünk. Micsoda? Hát nem tudom, miről beszélsz. Semmi ilyesmi. Úgy várjunk ott, piramis, ugye? Hát nem emlékszek, ez hazugság. Ez hazugság, elhidd már ezeknek, nézd már rájuk, Dick. Hát értem, hogy moslékos medőre is lehet tüzet oltani, de van egy határ. Jaj, hagyjad már. Azért minden hármunkkal lefeküdtél. Peküdt le a geci, te összekeversz valakibe, könyörögsz a passzi állandóan. Ó, a szem kapod meg. Te könyörögsz azért, hogy berakhald valakinek. Tegnap is te könyörögtél nekünk. Mind a 10 ujjamra, 20-an. Legyen, oké, elmegyünk vacsorázni, csak legyen este. Hagyjad már magad te. Hölgyeim, még azért én tapasztalt orvos vagyok, viszont ilyen időskorúakkal nem dolgoztam még. Majd bejönnének hozzám egy vizsgálatra, érdekelne, hogy az a pirangó már széttaposott lepke, vagy hogy néz ki a... Hát, hogy ez enyém szem, mint a tiéd. Ugye, csak olyan robbantott csirkepia, mint az aknára lépett volna. És te ezt honnan tudod mesélni? Hát mesélték nekem a srácok. Na, ez az. Ki? A Joker. Bizony. Most akkor bemártott Joker? Persze, mert nincs itt, azért rá kell fogni. Ez nem rábogás, nem. Aha, figyelj csak, mi a piramis, mi? Hol hallottad ezt a pervers kurva? Nem szégyeled magad? Itt gyerekek is lehettek az utcán, polgármester létedre? Igen. Te mocskos szemétláda. Mondjuk, amerre még szarra csinálunk gyereket, úgyhogy oly minden. Ne, mi megyünk, haló, nekünk van. Biztos, hogy nem lesz szarra. Ki lesz te kipe? Na nem, ezt már. Hát én megtehetem. Én polgármester vagyok. Nem, mi fogunk bemenni. Mi fogunk bemenni. Gyere ide mellém, Hektor, kérlek. Biztos, hogy nem, ne szerbusztok. Na itt is vagyok. Hogy kell bemenni? Még azt mondja, ők fognak bemenni. Ne bassza már meg a kurva élet, hát nem hiszem. Ó, bassza, hát ez a mi programom. Nyugodjatok meg, átpeszem, én vagyok a művezető, és akkor mindenki azt csinálja, amit mondok. Amíg ide értetek, végig be volt csukva a szemetek. Mi a fa? Hogy hol vagytok? Annyit elárulok, hogy az épület egy 1975 óta elhagyatott iskola. Dr. David Wright, intézetigazgató, diákcsíny okozta a halált halt. Vele együtt maga az épület is megszűnt. Most azonban visszatért, hogy bosszút álljon mindazért, amit ellene elkövettek. A cél, hogy 45 perc alatt kijussatok az épületből, mielőtt örökre kísérteni fog titeket szelleme. A szabályok egyszerűek. Ne hagyd el az emeletet, amíg utasítást nem kapsz rá. Keres összefüggéseket, tárgyakat, kódokat. Használd az eszed. Tartsd nyitva a harmadik szemedet is. A tárgyakat földre romni és a tárgyakat a földről felvenni szigorúan tilos, azonnali kizárással jár. A tárgyak időnként törlésre kerülnek. A kinyitott ajtók automatikusan záródnak. Remélem érthető volt. Kezdődjön a játék. Figyeljetek csak! Ebből értettél valamit? Igen, az a lényeg, hogy a harmadik szemünket ki kell nyitni, most az a baj, csak emellék szokatlan a helyen van, kicsit meg kéne szopogatni a harmadik szememet. Ott a szép. Itt a szép. Hallod, amit mondok, te büdös geci? De szép ezért, rádrugok egyet. Na itt egy könyv, 1900... Már ilyen időskori hallásromlása van. Amúgy nem sokára ti is kísértetek. Kisasszony, mennyi ezt keresed a dolgokat, hogy haladjunk kifele. Volt. Nagyon nagy izé van pinaszakban itt, úgyhogy ne veszek egyetek. Figyelj csak, itt 1929 van a könyvben. Jó, az mit jelent? Jegyezd meg. Hol van? Az apádnak a faszán. Hát ott nincs. Na, de hol találtam? Mit mondtál? Jó, kinyitottam. Na, és mi volt benne? Az van egy levél. Na, levélem. Az, elolvasom. Van itt egy dagadt kurva a szobában, aki, ha megéhezik, felpal mindenkit. Az apád faszát. Azt olvasd, ami a levélem van, te hülye. Emészt a bicsába. Tényleg ez volt. Igyekezzem, hogy ez a kulcsfélek ember. Van két kulcs nálam. 302, meg egy lámpa feleslegbe,
De mivel hálátlan kurvák vagytok, ezért a dokinőnek adom, mert ő szopkodja a paszt, jó? Szoble. Jó, van, nálam is van lámpa adok. Várjatok, nálam is lámpa adok. Figyelj csak, mi az IP? Ja, látom, hogy mi a tajszámod neked, figyelj csak. A 351-es, adsz egy csókot? Nem, figyelj csak, csücsödet hadd szopogassam meg egy kicsit, hogy még mindig már krimizem. Jó, én benne vagyok. Erigyetek már a faszba. Köszönöm. Te mit vagy irigy? Ha, dagad geci. Olyan árnyékot vetsz, hogy napfogyatkozás van. Mennyi már a dolgod? Tarkon. Na, szerény legyél, mert aládrugok, azt kirúzom. Na, én szeszi, ne állj meg, mennyi. Nyissad ki az ajtó. Kérje bocsánatot? Hát nem csináltok programot, ugye? Hát ez jelszóval megy, Dig. Kap be a paszt. Amúgy ilyenkor ma már biztos jól tudnak kutatni. Nézzék már át, hogy mi hol van. Nem kuszolnám be a kezem. Na, ki kell nyitni ezt az ajtót? Jó, kinyitottam, aha, nem kell pofázni. Jó, okay. Itt van, lehajoltam én, mert a... Ja, leszárjuk. Na, nem kell így viselkedni az asszonyom. Ja, velem így ne viselkedjetek, jó? Rád baszok egyet. Na, akkor a 302-eset jó, mondtad? Figyelj csak, Maugli! Fagyás... Kérdeztem! Fagyás van? Én megtézem erre, mi van? Van fagyás, nem te csöves geci, mert oda baszok egyet! Figyelj már! Állj le! Itt a budi! Rohadék! Ja? Állj már le! Kérdeztem, hogy van fagyás, arra válaszolja, mert rád rugok. Én csak figyelj, kérdeztem, de viselkedj így. Szöszidet benhagytad. Ja, megyek is, mert most meg fogom baszni. És ki neki? Mert mi, zárba van? 302-esben na. Voltunk. Most itt van, hallottam, hogy kattant a zárba. Na gyere csak, pia. Gyere köszönöm, már. Csak megvártam, hogy kinyis nekem. De engedj már akkor ki! Találtam egy jegyzetet. Jó, most engedj ki! Majd akkor foglak kiengedni, de befejezted a fenyegetőzést. 301-es szoba. Jó, hagyd magunkra most a faszomba. Klaustrofóbiám van, léci! Mondd azt, hogy nem vagyunk házasok. Aha. Még mondja. Nem vagyunk házasok. Nem is leszünk. Engedj ki! Nem is leszünk! Engedj már ki! Mondd ki, léci. Hogy nem leszünk házasok, mert bekapom a hegyét, csak engedj ki! Az nagyon kevés lesz. Gyomorig kell. Akkor tövig! Na, hogy a passzom be? Ki enged? Na, gyere akkor. Köszönöm. 301. Nálam van egy kulcs. Itt van a 301. Itt. Figyeljetek már ide, mert megint... Jön ez 311. Nem, hogy ilyen nagy számokkal van írva, és látják maguk is. Persze. A vén geci. Figyeljetek csak, van nálam még egy kulcs. Na, nyisd ki ezt. Hát de nem tudom melyik... Azért van nálad kulcs. Nyisd ki, azaz marad. Jó napot. Zárd be, mindegy, most már. Jézusom, szólj, ha bánt, megmentelek egyszer. Segítség, hektor. Elkezdett lehúzni a nadrágom. Na jó, álljál le! Ezt meg le akar szokni, de hogy nem lehazott. Itt a jegyzet. Rá van írva. Rekóp, és egy csomó nyíl van ott, magyarul, azt visszafele olvasom, az a póker. És itt van a táblán a póker kártyák, és mi van ott? Négy pekete. Jajajaj. Aha, a póker. Az óra mennyi? Dik, de jó kedvem van valakinek. Ebben a tévében rakd már be, mit órak az új számát. Számoljuk van. Össze itt, azt ott számoljuk oh. Össze. Jó, ezt rátom. Te látod, mert én túl kicsi. Én nem látom. Te látod, ha. Öreg? Nézd már. Csak ide, neked van okulárét. Igen. Nézd csak meg. Mit kell látni? Szerintem adok egy beutalót a 3, 4, 10, 8, 9, 10, 7. Hogy nem magad visel, de azt add össze. Hát én nem vagyok matematik. Össze kell adni? Igen. 17. Szerinted ő tud számolni? 35. Mi, hol jártunk? Mi jön? A 9-esön, ugye? 44. 51. Na? 51. Oké. Okay. Ó, azért figyelj csak, neked is azért kell szottyadni itt a krumpli. Jó, most akkor 51, meg az... És mi volt a jegyzet? Találtunk jegyzetet? Van még valahol jegyzet? Kicsit kéne, be kell várni a nagy implantátumokat. Figyelj most már, te implantátum, olvasd már fel azt a jegyzetet, amit az előző szobában találtál. Nem találtam jegyzetet, a csöves geci. Nem találtam jegyzetet, bápír kurva. Nem igaz, mert... De bazzak, akkor innen nem jutunk ki. Hát ott jaj, én elhoztam! Na, igen, mi van ráírva? Szóval, üdvözöllek idegen, jó jegyezd meg, később még szükséged lehet rá. Első háború, első világháború vége, plusz MMX vég, II szor 2 egyenlő Lotus. Mi a rák?
Még egyszer húsz. Hogy nézem a pinádat? Hát, ha eszembe jut. Lótusz, meg a falon lévők. Próbáljuk meg a... Légy szíves, forduljál meg, hagyolj ide, hogy nézzem, hogy hogy feszülött. Fejezd már be, Hektor! Kussoljál már el, bazd meg, hol a szép. Nem látod, hogy zavarsz? Menj már, kislányom, te meg... Nem az anyám, nem az anyám, jó? Ide kiteszem, azt akkor lehet számolni. Ja, számoljál, dolgok. Nekem nagyon dolgom. Polgármester geci, az 8 osztályod meg nincsen. Ha? Ezt így hogy lehet polgármester? Hát ki tudja, pőszopta magát a létrán, szerinted? Na? Jött, ment, baszta. Szerinted az ugandai megoldja? Az. Ha hülye vagy. Két banánt meglát zavarba, hogy nem tudja jobban menjen faszta, vagy balra. Kinyitottam pofádat, fogd be. Maugli, most mi csinálsz? Ezek beszélnek így veled, na. És ezt te miért hagyod? Nézd meg, ki a rugli pászat miért te miért hagyod, hogy úgy beszéljen veled az öreg, ahogy beszél? Ez meg a másik. Metegeződjük, jó? Metegeződjük. Hát mi az, hogy passzopó? De nem ő mondta! Hát mindegy, az majd elosszák. Kérd el tőle? A fészekhajú mondta. Add tovább, Dora. Add tovább. Hé, a szekrényt nézzétek meg. Vagy irigyek vagytok. Melyiket? A 7921. Ez az szőke, vagy nem tud számolni. Figyeljetek már! Nem vagyok szőke, milyen rázott hajú. Hát mondjuk ez igaz. Nézd már magad meg, Di. Nézd már meg... Lehet, hogy inni. Most nézd már ja, meg magad. Istenem, most teszed itt magad a cső. Aztán úgy tegnap meg nyaltod a picsánkat. Én kinyaltod a picsát, te miről beszélsz? Pusztuljál már innen. A pinapiramisoddal együtt. Ja. Azt szetaláltad ki. Menjük a 311-esbe. Meg akartatok erőszakolni. Ezt a biciklit hozzad már, Maugli. Nyissad már ki. Kicsoda? Nyisd ki. Balra megyünk. Gyorsan be kell zárni. Ezek ki tudtak jönni? Mi ez az a hang? Mi van itt? Mi a hang? Mit pofász? A kurva anyát! Az öreget! Ez te voltál? Mit csikoltozol? Az öreget nálad! Ha, rohadt gecik, bazd meg! Mi az a gyerek ott? Mi történt? Dik, az a csuki! Ez a csuki! Gyere csak ide, passzopó! Állj meg a kurva anyádat! Úristen! Geci! Ne úristenezni, mert alád rúgok! Mit sápítozok, köcsög gyerek? Ez a kulcs nálam van. Geci. Üres, jöhettek? Igen, jó. Jó, akkor mondom, mi a terv. Jó, ketten leszopnak, a többi ebben megkeresik a kódot, jó? De miért kell kettő? Én nem vagyok elég való. De látod? Hát most figyelj csak, az életünkről van szó. Na. Azt gondolom, hogy ki kell jusson mindenkinek a jóból, mert lehet ez az utolsó nap. Érted? De nem az. Na, gyertek ide az asztalhoz, válasszátok, hogy ki lesz az a kettő, jó? Siessetek. Te mit nézel, őcit, hát? Kurva szállatütöges, te vénfasz. Figyelj már ide, köcsög gyerek, te mit állsz a sarokba? De keresek. Kérje bocsánatot, amilyen csúnyán beszéltél apáddal? Három számolok. Azt nem éred meg hajasan, de három. Figyelj csak, háromig számolok, bocsánatot kérjél. Nem érdekel. Ezt szilánkosra töröm az állkapcsodat. Az van ráírva, hogy a megoldás a 303-as szobában, keresd. Addig az nem bírta elolvasni. A rohadt sötét állat. Nem lát. Hé, ne lögdössél, ugandai! Nem férsz el. Figyelj csak... Bocsánat. Hajé! Ez véletlen volt. Ez mi ez a hang? Mi? 300? Ez az? Ez az. Addig mi ez a muzsika? Hallod, figyelj már ide, Maugli. Állj meg! Bocsánatot kért, és azt mondta, hogy elnézést. Akkor jó. Jó? Na. Na, találtam egy jegyzetet. Figyelj csak, a horrorfilmben is
hogy mondjam neked, hozzád hasonlók patkolnak el először, menj már előre mindig. Hungaj. Mi? Én? Igen. Úristen, nem már, jó. Ha vissza. Vissza 3.11-esbe. Valamit itt kell keresni, ne? Megvan már, vissza 3.11. Eze? Sziasztok, hello, jó estét! Mária. Nem bárok, basz. Engedjétek már be! Ne engedjétek be! Nem akarom. A szörny jól lakik belőle 3 hétig, és minket békén hagy. Ne engedjétek be. Beengedtek? Aha, mindjárt hallottok? Csak keresem a kulcsot. Beszorult az ajtó. Ez nem nyílik. Mondom, hogy nem nyílik, bazd meg. Nem értesz, magyarul? Na, figyelj, csak mondom, mi van, jó? Tehát a kódot... Jaj, bocsánat. Nézd meg. Azt, ha te honnan tudsz, hogy mit csinál? Bemegyek, rád is adok egyet. Keressétek már, ami van. Jó, mondom, EMF 5 van. Pagyás, szerintem ez egy izé. Egy 1002-es lada. Te vagy. Ja, mi nem az, a barátnő. Pagyás, meg EMF 5, én vagyok a démon, amit... Hallgass már. A szellemírtókat néztél, vagy mi a helyzet? Na, és de miért vagyok. Kellett jönni amúgy, fészek? Mert azt írta a jegyzet. Te akartál ide jönni, akkor csináljad a feladatot. Hmm. Az órát nézzük meg, mennyi van rajta? Nem magyarázzál, jó, Pogi? Vagy ezen mindig ugyanannyi van? Vagy az jár ez az óra? Jár az óra. Na nem úgy, úgy mint a passz a szádba, mi? Te csúnya. Hát, te mi? Akkor az nem jár. Figyelj már, hát be van dolgodva a bal szemed, mi? Árpás? Vagy mi? Ja, mondom vele, azt írja. Az vagy te egy allergia az életre. Azt írja, hogy valami szelven kell keresni, amin kapunk egy YouTube linket, amit be kell rakni a hangfalba, amit elhoztál a 3. Ez egy uni? 3-as szobából. Van nálad a puni? Összeadod a hangolott számok. Ja, ez nagyon jó lesz. Szóval, keresetek egy linket. Most begyúlok a szoktyánd alá. Úristen. Úristen, Jani. Mi az? Fejezd bábe! Odafigyeljél már! Halló! Mit pétékenykedsz, retkes? Még egy ilyen, és nem az tudom, mit csinálok. Gyere ide, Maugli! Nyugtatót kapsz. Mit Maugli? Kell ezt ide? Figyelj, mondom, egy mi van. Egy YouTube link kell valahonnan. Szagold meg az izét, gyere! Szagold meg az ujjamat. Mit? Na, abban van. Mi érzed ez? Ezt? Pina. Valamit, de... Ez Pina, fiam. Most jutam föl neki. De szopogatod? Én aztán nem szopogasd be, te neked ízlik nem nekem. Pedig egyszer néztem egy dokumentumfilmet, ez náluk nem idegen. Hát nem hát. Ezek eszik-iszik egymást. Megoldás a 303-as szobában. Az már volt, az hogy már került volt. Ide? Jó, van egy ötletem. Na hát az neked ötleted, bazd meg. Hát az oktidat fordítva veszed pő. Milyen ötleted van? Légy szíves, olvasd fő még egyszer a levelet, hogy hagyd figyeljek oda. Na, halló. Ajaj. Megint következik. Jó, azt írta, hogy itt bent kell egy jegyzetet menj keresni. Hát bárjál már, bazdmeg, nem hallod a haltázás, nem hallani. Volt benne egy jegyzet, azt a lyukad edzett? Hova tűn? Ja? Válaszoljál már. Szóval. Nem? Kell egy jegyzetet keresni, amin van egy link, és le kell játszani a rádión. Hova tűnt az asszonyod? Hova tűnt a csajod? Hát, figyelj csak, hol van? Hol van? Segítség! Hol van, te Rüfke? Itt van valami! Figyelj csak, semmi baj, ez a par péri szem. Segítség! Dika Csaki baba, gyere ide, csövesge! Menjetek be a faszomba, hát ne szívgörcsöt kapok. Jól vagy! Persze, jól. Na, a 303-as szoba, nem? Itt a jegyzet a falból. És mi van ráírva? Kihúztalak titeket a szarból. Hát most itt van egy link, amit keresett a fészek. Igen, akkor azt kéne berakni valami magnóba. Az előző szobába kell bemenni, azt írja, ha nincs magnónk. Hol van ez a magnó? Hát, nem a 303-as volt? De... Na gyerünk oda akkor. Itt mindent nekem kell csinálni. Gyöngyük össz szépen! Hát akkor a Hektort is beleérted ebbe, ugye? Micsodát, hova értenek bele? De itt nincs is rádió. De itt van az asztalon. Hát akkor indítsd el, jó? Ide lerakom neked. Ja, hogy nem, nincs. Hát akkor mondom, igen. Hogy nincs. Jó van! De nem lehet érteni, amit mondok? De lehet érteni. Beszélek akkor lassabban. A jelbeszéddel mondjad neki, hogy megérti.
nem tudok jelelni. Gyertek, lehet, hogy több a na, szobában nézzétek van? Nézzétek itt a rádió. Hol? Ezt több lerakni, bazd meg. Mert nem rakhatsz le semmit, te süket vagy, bazd meg. Azt no, akkor hogy hallgatod meg? Szomorítsa meg a jó Isten azt a nagy puhos testedet. Mehetünk a 307-esbe. Minne? Már oda kell menni. Menjetek, állj meg, kis buzi! Hogy ő már meghallgat. Aha, hát gyorsabb volt, mint mi. Hon van? Gyerünk, gyerünk. Zsatardabas. Nem tudom, erre futott. Jobbra. Kicsim, ez csapatjáték amúgy. Itt jön. Hát ezt akkor haladja. Mégis a... Nyisd meg az ajtót, te retkes! Igen? Assza, itt egy... Az mi van itt? Ú, tűz. Már látszunk, hogy mi zúg. Ez nálad megszokott, nem? Igen. Ez náluk az. Na, mit kell itt keresni? Palacsintából is izét. A szarosat szereti. Ó, kaptam egy feszítővaset. Hát akkor... Amint itt volt az asztalon. Ugolj bele. Ülj be az korongját. Várjál, megnézem, mi volt itt ráírva. Úristen! Mi van itt a sarokba? Mi van ott? Vér és könnyek. Csak nem sírsz. De? Mi? Álljál le, bozd meg! Megmondtam, hogy nem... Az is kiárt. De kiártak el? Hagyjad már békén! Azt mondja, hogy ezt a feszítő vasat valamire Dávid, biztosan kell szóval használni. Sanyi, nagyon szépen köszön, négy rongyot, köszönöm. Az vagy olyan szekrény, ami be van zárva, vagy pedig egy fémszekrény. Azt a kurva, az a tök fej, de megijesztett, azt a... Úgyhogy, keresetek fémszekrényt. Azt hittem, hogy van a palon, azt megrémültél. Én állatok, hát nincs ilyen most otthon érzed magad, nem? Itt a kis tűz, meg a szemetes zsák. Hát igen, és akkor mi van? Gyöngyi, kösz szépen a 2GVP-t. Sanyi, nagyon nagy kirevet, köszönöm. Most mondjad már, mi történik, öreg, légy szíves. Öreg, fémszekrényt keresünk, amit szét kell verni. Ez az, nem? Nem. Már nagyon vernének. Hát ilyenek ezek, tudod? Szét itt kell verni. Itt szép szexnék, hát de életet érzek. Gyere már ide, itt van, te csöves! Hát hol a feszítővasad? Itt van nálam. Hát akkor gyere, üssed már, szop ki a paszt. Ez nem az. Hát dehogy nem, üssed. Mondom, hogy üssed, mert szétbaszol a pofádat. Nem, mert... Ha annyit világítok, lebarnulsz. Valamit csinálnál? Igen, nézd már meg Hector arra. Hol van itt? Arra mehet. Ott ment... Bocs! Ez... Oh. Ott ment a Joker! Nem az. Itt a szekrényetek. De mit kiabálsz amúgy? Nem láttátok? Itt ment a Joker. Nézd, ott ment Joker! Gyertek már kurva anyátokat! Kinek kiabálsz? Kinek kiabálsz? Itt ment a Joker, nem láttátok? Bazd meg! Nem. Hát te halucinálsz. Itt van egy szekrény! Gyere be ide, légy szíves! Most azonnal! Menjél be, Maugli! Lép mész! Menjél be, mert popán baszlak! Menjél be! Igen! Jobbra! Menjél oda be! Igen! Otthon érzed magad? Te rohadt hajléktalan. Mit csináljak itt? Mehetünk a második emeletre. Ja. Csak hogy ne egyedül kelljen. Na ja, menjünk, keressük a lépcsőt. Menjünk második emeletre. István, kösz szépen az ezerest. Mi van, Dick? Ne. Úristen, én inkább megyek tovább. Vissza, ne menjetek. Az ki az ott? Ott. Az ki? Figyelj csak! Téged, a sóhajtozás nyomogat, faszopó! Az anyádat meg fogom baszni! Ennyi, Hector! Védj meg minket! Gyere csak, Maugli! Egy pillanatra! Ennyi, Maugli! De menjél! Menjél előre, mert szétbaszlak! Menjél oda hozzá! De te vagy a férfi, menjél! Ez nem erről szól, itt nem férfiasságról van szó! De igen, erről szól! Menjél oda! Megmutathatod! Gyere velem! Jó! Gyere, figyeld, úgyis beszélni akartam veled! Jó! Kicsit menj előrébb, így de megint. Nem, te vagy, de jaj. Menjél csak. Jaj. Figyelj csak, passzopó. Mi újság? Menjetek már, hagyjátok azért. Jaj. Vigyázz, ott van egy nagy pók. Egy nagyon nagy pók volt, hogy akadod. Gyere, Szoszi, nyissad. Nyissad. Menjünk. Gyertek. Addig ne szaladj már ennyire. És még itt elesen. Már öreg lányok. Összekarcolod a picsádat. Már félek. Dick, nézd már, itt egy kínai tyúk.
Hát mi az? Kedves ugandai hölgyem, nem ehető, jó? Hát ez akkor is elrágja, mint a rozsda vasa. Ez pelikán. Ez hallod? Szöszi, ez pont befér, nem? Nem. Figyelj csak, ti most láttok engem? Halló? Neked? Jó, én azt mondom, hogy itt a... Nem. Nem. Úristen, péreg jobba szaladtam. Itt a 211-es szobát kell keresni. Mit történt? Itt van. Figyelj csak ide! Úristen! Ha-ha-ha! Pász meg, nem tudom. Szarulj bele a csőben. Szépen. Kösz szépen a két hónapot. Látlak! Nagyon jó, szépen köszönjük. Jó, hogy vágyja, adni kell. Most hova? Átmentézik? Én nem látlak titeket. Nem látunk minket. Lehet ugrani. Nem. Azt leugrott. Hol vagy? Jövök. Jól vagy? Várjátok, mert valami zavar van az erőbe. Hát akkor menjünk mi is. Nem látok Gyertek. Semmit. Sziasztok. Hiányosszam, igaz? Jaj, és lelök! Csöbösek. Mert lelöktél, nagyon. Itt a kinézitek, ott a kiára. Figyelj már ide, Mowgli, elül kell menned. Te tauntolsz. 211-es szoba. Mennyi? Te tauntolsz, menj előre. 211. Hát itt... 211. Backroom-ba kerültem majdnem. Melecskék, össze 11 dod volt? Az mi? A backroom? Szerintem ezt a nagyon jó ismered. Mert állatok szokás családom belül. Valami jön mögöttetek, jó hallom? Nem, valami jön. Öreg, nézd meg. Hol? Hol, Dike, nem jön semmi, bazd meg. Popáztok itt hülyeséget. Mi, hol jön? Sehol. Mennyi pőpele, ne popázzál hülyeséget. 211. Jó, megyek. Te mész elől? Akkor menj elő. Mondom, te mész. Én nem. Itt a 211-es. Megvan a 211. Csupa picsa megtalálta. Nézzetek körbe. Jó, figyeljetek. Az nem véletlen, hogy a falon ilyen szarok vannak. Hát, szerintem. Biztos. Mindjárt megnézem. Neked lett volna jövőd a 8 általánoson túl. Az biztos. Bárhogy nem mentél tovább. Az csak az alsó tagozatot végezte el, ne bántsad. Jó. Aha, annyi van a jegyzetre írva, hogy kék, piros, lila, narancsárga. Igen. Magyarul tényleg nem miába vannak azon a... Na, a pirosat számoljuk. Egy, a pirosat számoljuk. Mi? Ne! Mi? Ne bögjél már, paszböksz hülye gyerek! Nézze, milyen jó kedve van valakinek. A hangja alapján ezért még büntettek. Számoljatok már, hogy játszok. Na, én számolom a két... Jó, én azt a... Ezt, egy... Pirosat. Kettő után három, jól segítek. Én. Egy, kettő... A kéket, a na. Köröket. Én meg addig nézem a picsátokat. Rendben? Más se tudsz. Én ötöt számoltam. Jó, többiek? Négy két kört számoltam. Körkört. Figyelj csak, én vagyok a bozont. Te vagy az... Nem, figyelj Mowgli, te vagy a Scooby, mert színbe azért passzoltok. Jó? Mondjuk illik a színe hozzá. Azért mondom, ő a Scooby, én vagyok a bozont, ez a Vilma a csúnya, az meg a dagat, te meg vagy a Diana piam, oké? Mert jó nagy csöcseik vannak. Ja, várjál, ez a madári esztőpejű, meg hát nem is tudom mi. Kellett kicsit sokat szolisztál, nem? Kicsoda? Itt a barátnőt. Jó, mert nem kell irigykedni. Nem bírnak amúgy magukkal. De nézd már meg a fejét! De figyelj, nem kell irigyedni polgármester azt, nézd meg rendesen! Hát világít a foga! Maga is biztosan volt! Hát így van, így van! Maga is biztosan volt egyszer fiatal, nem voltak ilyen sárga fogai, de egyébként van fogorvos ismerősöm. Hát azt nem magyarázott cigánszpoiler, meg ott van az szádpölött, bajszos vagy. Igen, már öreg, segíts már, ezek kurvák nem értenek a szép szobába, 209-es szoba. Jó, most erre kell menni. Mondom, hogy merre van. Ott a Lali. Jó. Láttátok? Én parancsolgat neked. Az a Lali volt, nem láttátok? Kisfia! A Lajos! Bassz meg! A büdös kurbanyját tényleg az ilyennek, érted? Bassz meg! Még hányszor fogok rászaladni? Nem megijedt a polgi.
207, figyelj csak, szar kiugrott belőle. Tetszett ijedni, bocsánat. Valahol itt, figyelj, már itt kéne lennie. Akkor azért van az a barna csík a nadrágján? Igen, mint a tieden. De nem is nadrágban rajta. Igen, ott a bokádon. Jó, fejezzétek be ezt a hormonális vitatkozást. Ez a 209? Jó, van már. Ez Béci. Nem az a véte. Nem följebb van egyel? Itt a pal mögött, a leomlás mögött kéne lennie. Vagy körbe kell menni és amonnan? Menj csak körbe, Berébarc. 1-2, 1-2. Fádat fog be. Ezt mondjuk te is megfogadhatnád. Na, hát akkor nem járt az a szádat, mert hát ha itt fészeklakó. Fészeklakó, picsád olyan, mint fészekre. Én rájöttem, amúgy itt mondhatja a süket dumát a kis csaj, hát elvehetem az állását. Jaj, a picsába. Várjál már, jaj. Felettem, nincs hatalmad, öreg lány. Van öreg, itt van. Itt van, megvan. Megvan, jó. Mi a faszom van én? Mit? Az igen, ott egy izé. Keresetek jegyzetet. Mit keresünk? Várjátok, a falon, yeah. Nézzétek, ott van bazd meg a táblán, de nem van. Látod? Berjem a szádba, van geci. Itt, ez neg, ez az volt, hogy nég. Ezen. Itt is van egy. Akkor olvasd már. Ezt meg kell nézni. Össze kell olvasni a számokat. Ó, innen állunk neki. Mondjátok a számokat, Léci. Ez... Három. Innen kezdünk. Négy. Mi van? Lettem. Ott maradjál ki, jó helyen vagy. Figyelj csak, erre gyere a hangon bele. Igen. Előveszem a Rudit, azt érzed a szogát. Gyere, te rohadt húsevő vadállat. Alakul. Ez itt négy. Három. Figyeljetek már, de... Sziasztok! Igen, négy. Ereszített már be. Ez a Máté szalkai pékség? Tényleg ide vezetett a szagot. Három. Nyisd már ki az ajtót neki, mert szájon báglak. Várjál már. 4003, igen. Három, mindjárt. Ez négyes. Ez jó, azon már túl vagyunk a négyesen. Srácok, eljöttünk szabaduló szobába, és itt voltak. Ez egy szabaduló szoba. Kettő. Akkor 4302. Neki geci jó meg van csinálva. Valaki próbálja meg? Azért mondom. 3, 2, tehát akkor még van. Aha. Nézzétek már meg a... Hol a szék, geci? Miért beszélsz? Mi folyik a szádból? Nagyon csúnyán lesz. Miért beszélsz ilyen csúnyán? Nő létedre? Öreg, hol van a szék? Te látod? Lehet, nem is itt van a szék. Várj egy picit. Majd nézzek szét. Én nem ismerem őket most. Onnan, ahonnan téged a kuka mellett. Nincs itt szép, amúgy. Nincs itt szép. Ezt figyelj már, ők biztos külföldiek. Ne hagyjad, ezek rohadt bevándorlók. Megvan a migránsok ezek. Mindorítom. Azok. Nézd meg a dagadt kurva redes bajszak. Az lesz, nézzük meg. Hát ez az. Ezt mondom én is. Undorító. Meg vagyunk. Na, nyisd ki az ajtót, mert oda baszok egyet. Nincs itt a szép. Bazen, mi ez a dögszag itt, a jóisten? Zárd meg össze a lábadat. Honnan jön? Szerintem már bőrön átpárolok belőle. Meg lett a szép, gyerekek? Vagy jöjjön a szép, jöjjön jó, a papa, megoldja. Nézzük a 202-esbe, mi van? Nagyon jó, gyerünk. Figyelj csak, kivegyük az ajtótokot, hogy a nagy picsát ki tudjon menni rajta. Fogd már be pofádat. Hát most én jó szándékban mondtam, hogy ne tud beszélni. Polgármester asszony itt így beszél, jaj! Lelökött az ugandai! Te miért lökted le? Miért lökted le, te csöves geci? Miért lökted le? Ugorjál le, pele! Szétpáglak, most ugorjál le! Ezért! Nem! Leugrasz, mert addig ütlek, mi mozogsz. Gyerünk! Befogtad most már! Te a büdös mocskos szemtelen kurva anyátokat mit csinálsz? Há? Mi van, kérsz még? Há, dagad? Tudjad, hogy mi van? Én vagy. Te kinek hiszed? Kinek hiszitek magatokat? Na! Ezt miért? Lemaradt a kutyába. Én vagyok. Kutyába lemaradtok. Fejezd be, madárgeci. Ektor, szólj rájuk! Állj le! Akkor... Csöcsönet letépem, mondom, fejezd be. Itt rohagyom, de ezeket kinek hoztuk be? Hát nem tudom, ezt azt mondták, kutyákat nem engednek be, ez mégis itt vannak. Te vagy a kutya. Tudni azt hazudták, hogy vakfedető. Te szoktál vonyítani a luk mellett. Miről beszélsz, összekevert magaddal? Fasz mellett, te vonyítol állandóan. Ez mi a kód? Most olvasta össze. Mi a kód? Talált ki ostoba. Pudi kód. Igaz? Megvan. Kinyilott. Mehetünk a 203-asba. Hú,
de önző ez a nő. Ennyi? Ez az. Hogyne. Ez összes használatok. Ezt akartam mondani. Itt van. Itt van. Hogy elnézem, egy nem is elég. Ennek? Mi van? Hú, itt van tévé. Kapcsolnám be tévét. Nálam meg távirányító, oké. Okay. És ez most először lát ilyet a kisasszony? Igen. Bocsánat. Nem, hogy és nem csak furcsa, hogy ilyen szobában ilyen tévé van. Nem aha, az furcsa, szóval hogy tévé? Szóval most először. Hogy egy keretbe zajlik na, az élet, nyomjad. Képek mozognak. Jó van már. Nem furcsa? Nem. Azt hittem. Ez nem ördögtől való, ne jegyen meg ugandai. Krisztián, kösz szépen! Pornófilmet fogsz berakni most, vagy mi? Mert akkor leveszem a drágomat. Jaj, nehogy. Hallgassál, mert könyörögsz érte állandóan. Jaj, te könyörögsz, hogy berakhass valakinek. Jaj, Istenek. Anud meg Hector Csikke nem nagyon játszanak. Ezt sem mondod? Én örülök amúgy, hogy megtanult a nyelvünkön, de minek? Privát ez a videó. Az tényleg pornó lesz. Megengedtem, hogy nézed a tévét? Ha? Elájult. Megengedtem, hogy nézed a tévét? Hát ő már nem nézi. Figyelj csak, kérje meg szépen, hogy nézd a tévét. Krisztián, figyelj csak, Maugli, gyere csak ide te is. Figyelj csak. Hozzád beszélek. Igen? Bocsánat. Ebben voltam itt. Figyelem, hogy mit csinál. Megkérdezted, hogy nézheted a tévét? Megkérdezted, hogy felkérdezhetsz-e? Ho-ho-ho, na! Te tudjad, hogy na. Kül a helyed, mert láncra berlek. Á, jó van, Hector. Figyelj csak. Fordulj el, ne nézzed a tévét. Jó, várjál, várjál. Nem magyarázzál, Hector. De magyarázom, bozd meg! Törődj a barátnőddel! Figyelj csak! Egyikkel sok közül. Bocsánat, hallottad maguk ezt ilyen nyelvcsattogtatva beszélgettek otthon? Márkusz, itt csinálod a dokumentumfilmet. Igen, tudja kisasszony, ez ilyen adok-kapok. Bakarják! Azt figyelj, magával, figyelj, látok, nem tegezz le. Pillacukor, kérdezz bár meg, hogy mikor szüli meg Hectornak a gyerekét. Figyelj csak! Ezt már megbeszéltük, jó? Ők úgy beszélgettek otthon. A polgármester azt, hogy magának meg a fiával kéne foglalkozni, jó? Hát, azon a buzi nem virágban. Egyszer jött már be hozzám. Az öreg veri. Igen, azért. Az öreg veri. Aha, igen. És az öreg az anyja, aki elhanyagolta, igen? Figyelj csak, geci. Igen, Animba raklak, megmondtam. Na, mondanám. Szóval ezek úgy beszélnek, hogy bakarják a gondaikat, tudod? Ezt így csinálnak közben. Úgy beszélgetnek. Befordítanád? Mert nagyon csak az ugandai érdekel. És azt kérdeztem, hogy kér egy cigit. És kér? Találtam egy kibaszott kurva jegyzetet. Fogd már be popádnak, Léci, be! Jó, ki kérdezte, hogy mit találtál? Jó, szerintem én megyek. Te meg rohadjál meg itt a ribancoddal együtt. Figyelj idiót. Csak, állj meg, mert oda baszok egyet a fejedre. Húrára nyakadra. Mondom, állj meg! Nem szólok még egyszer! Persze, mert tudod, hogy nem jutsz ki. Megmondtam, hogy a nimba leszel rakva, hogyha nem fegyelmezed magad? Na! Most már tényleg pékezzük magunkat, na, mert itt sose jutunk ki. Eddig, amit csináltunk, azt mindent én csináltam. Innentől kezdve vagy visszaveszel és kettesbe rakod magad, vagy pedig itt fogsz megrohadni, mert nem segítek innen kijutni. Figyelj csak, szokjátsas! Először is halkítsd le magad, volumét pattints az alaphelyzetbe, mert belesmerbe egy szög a falba, meg az állad is, jó? Szóval légy szíves, szerényebben kéne, jó? Nehogy már szólj, hogy te vagy itt a kapitány. Azért, mert fekete ő van rajtad, ha? Érted? Na, haladjunk a folyamattal, mert el vagy lustulva. Azt látom. Ide, az volt a papíron, hogy a folyosón van egy csomag. Azt meg kell keresni. De nem egy szar kupacra gondol, remélem. Az meg! Öreg, ott a csomag, öreg. Fel kéne venni. Menj oda, Maugli, figyelj csak! Menj oda gyorsan, nem, te szót értesz. Nem. Ez neked kell, az volt a jegyzetben. Szerintem egy kicsit, ha megostorozod, akkor az ösztönei szerint elindul. Te igen, figyeljen már, szöke hercegnő. Figyelj csak, na, Freddy! Szerettem a filmedet. Jó lenne, hogyha egy kicsit viselkednél. Vedd már fel azt az ajándékcsomagot. Köcsög gyerek. Takarodjál innen. Eddig hova indulsz, merébb arcú? Már fel! Már egy picit? Biztos nem fog valami jumpscare lenni.
Fölvetted már? Szia! Föl, igen. És akkor... Jó, mi van benne? Nem tudtam még megnézni! Nincs máki! Most kibontom, meglepetés. Na, mi van benne? Van benne valami? Beszartam. Most beszartam egy kicsit. Miért? Mert tudod, rosszat tettem, kínait kajáltam, mielőtt jöttem. Mondom, súnyiból kiereszek egy pingot. Hopp. De mi volt benne? Már nem tudtam rázárni. Ez kigyötte lebe. Semmi van benne? Semmi nem volt benne! Akkor az lényegtelen, jó van. Mehetünk. Mind a körülsz? Most mi és van? Most? Hova kell menni? Most hova? Várjál! Amúgy imádom és ezeket a karaktereket, nagyon jó. Leverült benne az elem, tudod? Maga is kaphatna már. Biztos ingyen wifi-t talált, az frissíti. Itt senki nem fogja keresni. Szőke hercegnő nem bír stroke-ot kapni. Na, azt mondja, de legalább tudja megszólítást. Ez jó kis ugandai. Jó van már, tessék, ügyes. Ebbe, ügyes. Igen. Azért visszaköszön a nyelv. Ebbe üljön bele. Sziasztok, itt mi a helyzet? Jó vagytok? Ebbe. Ebben nyugodtan belecsücsülhet. Jó, 208-asba megyünk. Az a másik oldalon. Ez a 208-as, te agyhalott. Hát ez volt, ahonnan kijöttünk, bazd meg. Ez a 208-as, mert mit kell csinálni? Gázpalackot haza kell vinni. Mi van? Nincs nálad szerint, de miért nincs? Mi nincs nálad? Nálad nem sok minden van, az biztos. Csak az ízléspica, abból van bőven. Az összes zsebedbe jutott. Megette az ugandai a kulcsokat. Megette. Az képes rá, az megeszi. Azért, mert azt hiszi, hogy izé csillog, azt hiszi, sokat ér. Mit keresel? Itt van valami, nem még, ahol voltunk. Hogy elcsap Maugli. Ez összenek. Mi van? Mondjad, Hector. De először is ne tegezzi. Az nagyon fontos. Itt még mindig nem megy a pornó videó. Jó, azért megmondom őszintén, hogy elfáradtam. Van nálam egy kulcs. Milyen kulcs? Három én tudom, hogy mit nyit. Hát egyébként az... Ez tévedett, mi? Mesterkulcs. Hát is. Figyelj csak, meg a... három csillag van rajta. Szóval valamelyik ajtóhoz jó, de nem tudjuk, hogy melyik az. Az enyémhez, az én aranykapumhoz. Figyelj csak, mondom, mesterkulcs van nálam, az összes pinába beleillik. Megmondom őszintén. Nem. Jó. Nem. Na most mi van? Hol van a kulcs ugandai? Ezt a széfet már kinyitottuk? Már kinyitották, igen. Hú, most közelebbről megnézek, azért nem vagy friss sírke. Ha nem, hát szottyat, mint a... Le kell jó, menni. Jó, van már. Te beherre. Öreg, mi le kell menni. Mi a fasz? Figyelj. Júj. Semmi baj, megyünk le, ne törődjetek vele. Hagyjuk itt őket? De fut. Ott jön utánatok! Hol? Jelen. A 111-esben van a megoldás. Na, nem, figyelj ide, öreg. Az volt a papíron, hogy lesz itt egy csaki, akit agyon kell csapni. Jaj. Kit kell agyon csapni? Egy csaki baba.
Ez... Aj, nagyon csúnya. Addig nagy mettő féljetek. Mondjuk ez hasonlít a szöszire. Gyere! Kurva anyátokat. Hogy el kiütötted? Milyen erős vagy? Figyelj csak, a pérpiasságot nem lehet azért meg visszafogni. Valahol itt. Amúgy tényleg, geci, a TikTokon van ilyen live. Hát itt szaladgált az előbb. A TikTokon van ilyen live, gyerekek, ahol mennek az épületbe. Valahol itt kell lennie, igen, nála lesz a kulcs. Itt van! Hol van? Itt van! Ugorj rá, ugandai! Te tudtam, te mit dörgölözi hozzám? Örüljönnek. Jó? Értem. Hallgass már, látom, hogy pértékeny vagy, bazd meg. Hát, ne haragudj. Hát szúrjátok le a faszomba. Ott van, kapd el, kapd el! Pisen! Figyelj csak ide, kis passzopó! Esze, ez de neked kijár, dehogy nem megjelen... Állj már meg! Beledugod valamit a zsebembe! Kapd el gyorsan! Állj meg, buzi gyerek! De ne hűsd, el kell kapni! Hát bazzak, hogy kapjam el? Nem látod, hogy nem mi van? Nem tudom, szoptasd meg! Gyere, légy szíves! Kapjátok el! Gyere, az öreg nénikén ez mindenre megoldás? Persze. Jó. Jó, figyelj, most szembe kell menni a forgalommal. Fölment? Megy felé, te kapjátok már, bazd meg! Állj meg, ne bántsd! Várj, bocsánat. Adott kulcs! Várjál! Bocsánat! Adott kulcs, dobd fel a kezed, kis geci! Kurva anyád! Tessük meg az ajtót! De melyiket? Kiáratot teszünk. Köszönöm a 10 dollárt, nevű ember az 1 dollár. Én vagyok a szők, ezt a polgi indul el máshova. Adott kulcsot a kiutáshoz. Megvan, megvan. Na, ezt is megcsináltam. Nélkülem sehol nem lettél volna, te csöves. Bocs, jól vagy? Ki leütsz rá meg én? Hé? Vilma? Nyisd meg ki az ajtót, menjünk kifele innen. De lehet, nem, nincs látok egy kis apró srácok? Van chips, meg ilyesmi. Csoki, vegyetek már nekem. A polginak biztos sok pénze van. Dávid, köszön 200-at. Összekunyarálta. Hát biztos. Na, gyertek már ide, vegyetek már nekem egy csokit. Ki tudtak menni? Menj már arrébb, bazd meg. Nem, nem enged ki. Lehet, hogy neked egy másik ajtó van, tudod, nem a főbejárra. Neked is van egy ajtó, le a pokolba. Na hát ne beszélj így, te tudatlan. Miért? Milyen tudatlan? Tudatlan a szőke hercegnő, nem én. Hallod, a szőke hercegnőt bazd neki az ajtónak, nyíljon ki, légy szíves. Addig szóljál izének, a Rózikának, neki szalad, kiszakad az egész palt okostú vonóban együtt. A jóisten nem állítsa meg azt a 4000 mázsát. Nagyon gonoszak ezek a nők. Azok hát. Rákesz a gyomrukat, kipele nekik. Overwatch. Mit írt az Overwatch, hogy lett törőve? Az egyik csúlyan megvan kergővel. A másik, én nem is értem, hogy lett polgi. A harmadik csak már ugandai. Állj már, te ne fogj már rá, jó, meg ki lesz ügybe. Jaj, bocsáss meg. Borzasztó, hát ha én tudom, hogy itt vannak, nem ide hozlak ma. Állj már, le, hogy gyász a gyerki. Ha pusszulj már innen, te rák! Nem tud meglenni nélkülünk. Hát pedig ahogy elnézem, nem sokáig lesznek már az élők között. Nem már. Se, ha így folytatod. Már ki van ásva nekik a gödörre? Láslak itt a helyszínen. Jocó, kösz szépen a 2000-re! Nyitott szemmel aludj. Nyitva. Fucking liberal! Ki magyaráz itt állandóan, há? Democrat! Most ez egy rituálé, hogy állnak az ajtóval szemben? Figyeld meg, lelőlek a büdös kurva istenét, ha nem fejezed. Figyelj csak, te vallásos, hogy mondhatsz ilyet? Vallásos közegben vagyunk. Úristen! Hát, te ilyen nekem felvenni ember. Meg is baszom őtet most. Vedd közé le azonnal. Ragadjon be a faszat. DJ Pinyók, ez szépen. Na, látod? Minden? Minden, pirán is kinn legyen minden. Ne fogd vissza magadat.
Fussatok, már ilyen mögöttünk. Én nem tudok kivenni. Hát mert nyomorék vagy. Én se tudok, mert én nem vagyok nyomorék. De egyébként kurva jó volt ez a... Democrat! Fucking liberal! Ezt még hallgatassam el valaki a fucking liberal-t, bazd meg, mert hülyet kapok. Democrat! De legalább te menj már az ajtóból, a szomorodás essed a gyakorlatban. Fucking liberal! Figyelj csak! Testvérem! Mi a fasz? Nyisd már ki az ajtót! Dík, ezt a Tesco-s jelmezetbe itt beszítesz, buzi gyerek! Nem kérhetjük, hogy vigye el őket? He! Ezek kimentek! De hogy? Gyere! De szorítják az ajtót, gyere! Democrat! Végre. Úristen, na ilyen helyre se jövök többet. Életem legrosszabb napja volt. Figyeljetek már, nekem van egy ötletem. Mi? Szöszi, te ha akarsz, mehetsz a bánatba. Viszont mi kis család elmehetnénk. Na, pofádat légy szíves, beszélek. Tisztelek. Na jó, Hektor, én fel foglak téged hívni. Én ezekkel a nőszemélyekkel nem vagyok Isten tovább veled. Egy légtérben. Figyelj csak, semmi baj. Veled. Majd dobj egy B-hát, a mindjárt lerendezem Csókolj ezeket. Meg. Figyelj Úristen. Csak. Most ő nagyon naptás a szám, meg de van. Istenem, ha már kocsi vár minket. Ki van neki pálva a fasza is. Csókolj meg! Na gyere ide, hagyd szokjam be, hogy nyáladat, te mocskos szemét. Nagyon szeretlek. Jó, figyelj csak, ő majd csörgök. Igen. Szia. Szia, vigyázz magadra. Gyere, Hektor. Mert minek van, menjek? Van kocsi. Hát kit érdekel? De várj, itt nem tudunk. Rossz fele megyünk. Engem a hátadon kell vigyél. Te rohadt tebe. Vigyelek? Te összvér. Várjál, gyere ide, felveszlek a hátamra. Nem kell fölvenni. Öreg, hol kell itt kimenni, há? Úgyis jó. Na mi van? Ha? Apátok megint megoldotta a problémákat? Na. Nélkülem sehova nem értek. Akkor vigyelek a hátamon? Nem akkor vigyelek kell a hátamon? Nem kell hát vinni. Akkor, öj, vén vagy, már nem tudsz futni. Hogy tudod hallgatni ezt a sok nőt? Ne is mondd. Na, várjál, nem elmondom az ötletem, mit szólsz? Nekem az agyam lesz zsibbat. Na figyelj, öreg! Figyelj, szálljatok ki a kocsimból először is. Ez az én kocsim. Mi a tiéd, tudod mi a tiéd, te koporsó? Hallod? Öreg. Igen, mi van, mi van? Na, arra gondoltam, hogyha már így összeúrottunk, akkor elmehetnénk kajálni együtt. Én nem vagyok éhes. Pofádat fog be, jössz és kész. Hűbe. Hívd fel, hogyha baj van, jó? Figyelj, csörgök! Jó van, szevasz Szőke hercegnő, nézd! Istenem, itt egyre szimpatikusabb ez az ugandai, ez a tiéd. Igen, ezt meg itt hagytad. Vehetünk. Mira rejtelem lesz a cél? Jó napot kívánok! Mi soda lesz a cél? A Mirror étterem. Tiszteltem mindenkinek. Figyelj csak, faszomat megkapod végre, vagy meddig kell könyörögni. Ja, hogy most már így beszélsz. Na, lehúzom a nadrágomat, fejezd már be. Na, mi van? Na, nem bírják nélkülem hát a hölgyet! Hát ez már magad. Elnézést, bocsánat! Kurva gyárdat. Jó napot kívánok, fiatalember! Szálljon ki, legyen szíves a gépjárműből! Nem szálltok ki, sajnálom, én vagyok. Igazoltatnom kell magát. Polgár őrség nevében. Na, ülj be, öreg! Ja, jó van, hallgass be! Gyere! Nem én ülök előre, polgármesternő, ülj előre! Igen, ez az én. Milyen szarkocsival járni, more? Üsd be magad, jó, nehogy kiessél, jó? Te be izzad a seggem olyan nagy szem. Mi az, hogy jobb, mint az enyém? Te honnan tudod nekem milyen van? Ha? Na, semmilyen nincs. Jó van, ne idegeskedj, Hektor. Ugodj meg. Ennyit jár a szád, Hektor. Kussoljatok már, hogy gondolkodjak. Nem tudsz. Narrátor, kösz szépen, Imre! Nagyon szépen kösz mindenkinek, srácok, ha tetszik a stream, nyomjatok egy lájkot. Próbál gondolkodni, csak nem. Mert az nagyon jó nekem. Értek már Kállítót felhívjam, hogy jöjjön? Hívjad. Szerintem hívjad. Várjatok! Dik, mit lihegsztán basznak, vagy mi?
sose búcsúsz el. Pillanat, srácok. Itt is vagyok. Bocsánat, hova megyünk most? Ja, szia kisfiam! Figyelj csak, megyünk rá a Mirror étterembe. Gyere ide! Hát itt van Hector, meg a Fridáék, ez az. Jó, rendben van. Ah, itt vagyunk, szia! Na. Because még nyáladzik rendesen. Na. Úgy beszélj, mert Pérpikke abból nevelni nem buzik. Jön? Mint a Lalikából. Jó van már. Rontó, Csabik, össze két hónapot. Aztán menjünk. Jó napot kívánok. Szép jó napot kívánok. Azt elfoglalásunk van. Tavesz PlayStation, piam. Rózi névre még igen, hozzá. Rózi névre. Igen, Rózi névre. Értem. Fent. Fent? Jó. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Szia Kállító! Szia Kállító! Szia Kállító! Gyere! Mi a helyzet? Ettem pupikát, ott tettem pupikát. Jól van. Mi a passz? Security nagyon szépen kösz, haver! Nagyon nagy. Mi a passz? Szép jó napot mindenkinek! Szépet! Nagyon nagy király vagy! Kösz szépen a 2x20 rongyot! Nagyon szépen köszönöm Security! Nagyon nagy király vagy! Szép jó napot! Jó napot! Oda zene, bassza! Tudalom, mondjad! Na üljünk le valahova! Úr, jól ki van gyúrva! Jó napot, már ne nyálazzod a picsát! Tiszteletem. Jó napot, kívánok, jó napot! Tiszteletem. Ahol ültél, Kállítos? Hát én ott ültem fönt. Hát akkor menjél. Nagyon szépen kösz, Security! Nagyon kirem, és kösz szépen az állandó doréteket, haver. Kösz szépen. Kezd egy kis viszkit. Jó napokat. Tisztelet. Ezt ilyennek veszem. Dikasz, meg van veszve az a kutya, vigyázzon, asszonyom! Megtámadtál? De ne ide menjünk. Akkor gyertek az asztalhoz. Mert hol az asztal? Sziasztok, figyeljétek már! Hello. Belépőt befizettétek a rendezvényre? Milyen belépőt fel? A polgármester asszonynak nincs belépő. Hogy de már befizetett. Erre gyere. Ez meghívásos fizetőlap belépő. Engem meghívtak. Már innen tette hülyed. Vártam, kösz a szubat. Jó napot kívánok. Viszontlátásra. Esek. Jó napot. Biztonsági fiú. És melyik asztal? Felszolgáló. Wow. És hol az asztal? Gyertek erre. Hát asztal... Az úr, úristen. Szerintem menjünk oda fel. Figyelj már, Oxi. Én is látom. Ugye? Látom. Úristen. Látom. Fröcskő. Én azt a felszolgálót szeretném, azt az izmosat. Sűrű rendeljünk, jó? Figyeljetek már ide, itt játsszátok a picsátokat, az albérlet meg nincs kifizetve. Itt jó, aha. Én nekem az a felszolgáló fiú kell, én szólok neki. Anuti, pantikátok a videt képbe, pantikátok? Persze, Carlit, vagy nyugodtan, fiam. Köszönöm. Hogyne. Hozom az Adoniszt. Azaz. Na figyelj öreg, azt kell megnézd, így kell kinézni, értem? Erügyetek be a passzomba vieségetekkel, te egyed igaz, mit szóval rendben? Mi a szolgálatok? Hát én nem is tudom. Rózi, te mit kérsz? Debreceni... limonádét, Debreceni páros van, pia? Zsíros kenyér, hagyma? Hát, megnézhetem esetleg. Na ezeket kérem ebbe a sorrendbe, hogy tisztelette. Asszonyok? Kisfiam, mit csinálsz? Limonádé, igen. Kállító! Figyelj csak, bocsáss meg, hogy itt hangosabban beszélj, légy szíves, mert itt a, ez a kerületi nyugdíjas özvegygyűlés. Szeretném bemutatni az hölgyeket. Apám, bocsánat. Tehát, hogy ezek már olyanok érted, ilyen antik darabok. Én a polgármester vagyok, szóval. És azért mondom, kicsit hangosabban, mert nem hallanak már, annyi passzottak. Az asszonyok mit szeretnének kérni? Most még kiabál? Magát. Ja, bocsánat. Jó, addig nézd meg. Figyelj, mert egy limonádé, igen. Alkoholos italt kérj, ne haragudjam már. Figyelj már, aztán kérdésem a következő. Táncos hát, fiú? Igen, vannak-e fiúk, akik táncolnak? Hát, nincsenek, de megoldható. Hát azt tudnám díjazni. Akkor meg esetleg egy hölgy, amit. Hogy az úriember is hát tudjon. Nem az úriember, a fiadnak pont jó lesz. Hektornak nem kell semmi. Jelenleg, hogy dolgozunk, nincsen.
akkor egy vendéget egy, kapjon el. Mégis csak a polgármesterről van szó. Ez egy buzibár? Egy hölgyet és egy férfit szeretnék itt látni táncolni. Rendben, akkor jövök táncolni, és akkor jövök egy hölgyet is. Jó, de rendes pina legyen alatt, a legyen szíves, köszönöm. Rendes lesz. Mondjad, mi van Kármi Topia? Ja, azt hittem, nekem mondod. Báti, figyeltem. Igen? Nem volt már ilyen filúk, itt antikájának. Hát nézd meg, anyád, mert anyádnak bizsereg a picsája, tudod, az passzra akar ülni. Nézd meg, mert hogy viselked. Egy gyökér. Hát engem hol érdekel, szomorítson meg a jó Isten. Lehetne, hogy Jányók itt antikájának nekem? Jó napot. Esetleg Titi jó napot. Jó, az is jó lesz. Igen, igen. Itt van a hölgy. Úgy hallottam, hogy szükség van... Táncos fiúkra? Igen, egy kis passzra van szükség, mert a hölgyek azért... Föl vannak hajzni. Megnézzük, hogy mit tehetek a célkedvéért. Jó napot kívánok! Magam mellett helyet foglalhatok? Látod, mi folyik? Igen, ez már be is kicsizott. Figyeld már, Frida. Figyeld csak ide, Blöki. Figyeld csak, Blöki. Meggyalogatod a szolgást. Köszönöm, tessék. Oda csak rá kell állni. Gyalogassad egy kicsit? Nézd meg. Nem sikerül valaki. Nézd, elnézést! Bocsánat, itt a kutya így rá... Mit csinálott a kutya? Megdugja a kutya, a bátyjábát! Nos jó, nem igaz? Nagyon jó. Csináld még. Gyere egy kicsit, köpköd meg a végét. Nézd meg, szomjas le. Hua! Ez az húgyoz le. Ja, nagyon ügyes. Köszönöm. Most mindjárt szarni is fog. Na, most már jobban vagyok. Báti, itt a jártat, hogy mi van ilyen kiírva? A szólyó apja? Micsoda? Ez egy buzi, bár állítottak. Ide pillanat. Az van írva, hogy... Ah, ez szép! Az van ide írva, az van... Álljál, nem tudok... Nem való ettől ezektől a kurváktól. Az van ide írva, hogy... Anyjál, Jack Kub! Mit oda? Animal sex club. Az... Itt, ide. Ad mit oda? Hát lehet kutyákat baszkodni. Jé, tudom, hogy te kurva megfelel. Figyelj csak, elnézést, uraim, bocsánat. Azért arra célkére tessenek. Egy telement a szemem passzal, tudják, aztán nem játszok saját kapura. Azt mondták, hogy hát itt az kell. A hölgyeknek lett dörögyen. Jó napot. Jaj, jó napokat. Báci, te már öltem nekem meg nem? Én biztos nem Kárlitól. Nem baj, nem adé. Nem baj. Még tetszik magán. Igen. Hát tedd. Hú, de hogy szokom. Képdeld el, mit történt? Mit történt, Kárlitok? Jaj, gyertek már, jaj, te kutya takarában. Mondtam a Dolkai Bácinak, hogy Dolkai Báci tehet neked új bolyót. Mondtad, hát eltartott egy jótok idején, mire jár tudtam venni Dolkai Bácit. Itt azt mondta Dolkai Báci, hogy ott túl érdi magát. Bementünk a kólyhájtba. Az szép. Itt bent tartották a kólyhájtból, mert hogy két oldalú tipja potáta van. Micsoda jobban? Két oldalú tipja potáta. Cipra potáta? Verseny, verseny. Azt mondd neki tényleg a csorolat. Itt, amíg odaértünk, háromszor kakált a kocsiba be. Gyertek, de azt mondta, hogy nem mondjam el nekem, azt mondta. Figyelj csak, Kárlitó, megmondom minden. Nem úgy gondolom, hogy a Joker szerelmes benne. Beleugrani lehet. Amúgy ez egy kicsit fújta volt, mert mindig amikor valamit mondta, hogy komolyolok volt, akkor mindig megfogja a tomomat. Kárlitó, egyre följebb fogja. Ja, tegnap már nagyon fölfogta, igen, már mondtam a kutyú kutyát. Az miért csinálja? Ugye, mert az a kutyában mi van hát? Csaptam egy nyalókát. Ki holjál a hátsó nyalókóba kérdés? Hát én nem tudom. Lezebb idős kor, mi folyik itt Kárlitó? Mi történt az életemben? Nem tudom, de mit mondod? Lehet téged, hogy a fiúkat kell tejetni, nem ajánlott? Figyelj csak! Mert én tejetném a titiket, én tejetnem meg a tutikákat. Elmegy a pia, hozzá pina anyagokat körül? Nagyon jó, eddig minden haladnak, igen. Nem? Hát milyen téged a páci? Segítem, persze. Nagyon segít. Azt mondták nekem, hogy kivágtak a napotiából. Hát nézd meg azt a kutyát. Nézd meg. Mindent csinál. Ami ott van. Ide.
Megy alá neki, de őszintén. Én már látom, jön a táncos lányos. Szeretném. Nézd meg akkor a Harry Ivannak, bazza, mint két nagy tió. Ezek a szolgáltatások drágák ám, csak mondom. Pénz nem számít. Mindjárt, gyere csak Carlisle. Ne menj el öreg! Nem, öreg, ne menj el, hát itt a táncos lányon. Milyen? Hol? Hello? Nézd, fordulj meg! Szeri, a fiúk elratották a hangfalt, és nem működnek. Figyeljön csak, hogy el tudom, hogy mit tudom. Egy topóhájot, egy topóhájot. Jam! Te sem menj bele nyomni. Te könyvesen járszántom, murossá volt. Hát ez mi a pizza? Békás pizza! A néninek szabad látni Titikét? Gyere csak, úgy le Carlisle. Mindent a szemnek, semmit a kéznek. Hát de nem múzeumban vagyunk, kezű csókolom, azért ne bassza már meg, ott vannak ilyen szabályok. De van nálja pénz. Van pénz. Attól egy kis izét, mesztelen csiga villantás, valami, semmi nem játszik. Kis privi. Kis szipi-szopi. El is kezdődöm. Az igen. Azt mondja már el, hogy ilyen rendes nagy tenyérnyi pida van maga alatt, vagy a kisebbikből jutott. Hát a kisebbik. Báti, mi adott tedet a patta? Micsoda? Te vetette patta. Egyértelműen a kisebbik. Te be patta? Hát nézd oda, azt meglátod. Nem, bocsánat, mi csak itt oda? A fiatalemberi kis pada van, tetszik, tudni tanítom. Most nem tudom, nem lehet magát izé? Kis készpénzé, meg cuccolni? Kezicsókolni. Semmi? Mondnája majd, mint tudd, te tojjáj, azért mit tavad kapni? Nézzem már meg ezt a fiatalembert itt mellettem, tudja? Halálos beteg, szegény. Érti? Okozzon már neki egy kis boldogságot, azt... Kis pénzt kap érte cserébe. Az miért van ilyen kicsit ilyen kemotok szaga magának? Kicsit kemotokszos. Rovarításos festet? Ja? Most ez a divat? Igen. Bocsánat. Tudnak a kututóka! Tudnak a kututóka! Hagyd basszanak! Látod, Kárli, hogy neked is így kéne. Igen, de itt a néni nem tehetné, pedig... Tessem már megmondani! Halmi, tötteted túljáj, vagy nájam. Az a pisztolytáska nem nyílik ki semmi pénzé? Tessem már mondani. Isten! Semmi. Nagyon micsoda domino van ott bent. Csak pénzért lehet oda bemenni. Hol lehet? Itt a... Nézzétek meg akkor Kárli. Mi erre van a kutya alatt, geci? Nem lehet bemenni. Értem. Jézusom, maga felé rám fordítsa a puskacsövet. Mindjárt leszakad a nadrágom. Fogja vissza magát, mert nem tudom tűrtöztetni magam. Így van. Érti? Atta, ott meg kell nézem, ott úrnak a kutát, még nem láttam, mi lehet a kutatok itt. Várjatok már. Ezek meg ott basszak a kutyák. Kipióbálhatom én itt, Báti? Hogy kell svárolni? Ha te sem már ide jönne, hogy svároljak már magával egyet. Ez az. Carlisle... Jézusom. Ő ennek a gádzsidak volt, vagy 40 centis nyelvedik. Ó, de jó smárló, meg a gyomromat kinyolta rendes. Néni, kéjek anutámtól pént. A mennyi pénzét tetszene bekapni a pitikét a pütitémet? Semmi pénz. Figyelj csak, nyelvezzél bele Carlisle-hoz, át ha benne van. Ekkor ez ilyen Harry Potter. Mit itt el? Szedjük az almát. Elnézést, uraim! Dugja a kutajábát! Elnézést, basszak a kutyák állandóan, legyenek szívesek visszafogni, mert letépem a pacukat. Azt most a lábadat fúrja. Szétszedi őket ezzel? Nem, köszönöm. Nagyon szépek, a security még egyszer. Az öreg ember neked itt alatt dolgázott? Bocsánat, én nem vagyok öreg ember, csak stresszes az életem. Tessen már itt. Jöjjön már velem egy kicsit. Úgy már boldog ott. Jaj, de szép kis baba, megnézhettem azt a kis gyerekek jó napokkal. Megkőbasszom azt a gádzsit, nagyon oda nyálazok érte. Kézzem már el nekem. Nagyon cuki a kisfia. Megkőbasszom az belemokkal. Szarját megelnék, kenyérre, karikárra vágva, minden. Nagyon szép neve van.
Komolyan. Az apjára ütött, nagyon szépen az apjára. Figyelnem, mert a tejfőzös tárgyal. Nincs itt az apjám! Ja, nincs itt. Tud beszélni? Köszönöm szépen. Köszönöm. Páti, ítéljek egyet, mindegy, meg bejepítiek a medentébe. Elnézős kisasszony, itt magára hagytam. Igen. De már itt is vagyok. Megmondom őszintén, hogy... Látom, hogy magácskának aztán igen. Én már most szerelmet vallok magának. Hogyha ráül a számra, akkor nyálodzok, mint egy kuvasz. Tetszik érteni? És figyelj már ideje magára, de múlva nem lehet elhinni magát. Barátnői feeling, pornót szopás, ilyen semmi? Nem. Múzeumi darab vagyok. 5-6, vagy Laci, kösz szépen a 333-at! Hát, hogy szabad így. Nem csak a táncban. Ajjaj, dugjon mindenki. Ajjaj. Kösz szépen, nagyon szépen kösz a támogatás, srácok. Ez baj. Eddig ott tetszik a buli. Hát én nem a bulira koncentrálok. Hitelkártya olvasója kibágja a szememet. Érti? Add már rá, tényleg. Tényleg nem bírom magamban. 4-3-ban. Nem lehet? Nem lehet, hogy a pircol? Bocsánat, elnézést a zavarásért, öreg. Jó vagy, ne felpofozzalak? Most már jól vagyok, szabad ma a mai est. Igen, tessék, parancsoljál. Gyere, beszélnünk kéne. Már egy picit, mert most éppen smárolok. Na, jó, köszönjük, hölgyem. Na, figyelj, csak nem kell pértékenyködni, menjünk vissza a kuvaszokhoz. Ez a gázs. Jó, kis azok, hallod-e? Na, azért. Hát tudd meg. Na, gyere, beszéljünk egy szeretnék kis pontot. Szeretnék itt érdeklődni a hölgyek felől, hogy amúgy hogy tetszik az étterem. Bocsánat, nem tudom, hogy bejelentette, jó. David Carradine vagyok, a híres színész, és nem hölgy. Kicsoda? David Carradine. Nem ismeri? Ezt most még egyszer, ezt tessék magyarul mondani, mert nem értem. Mondom, David Carradine. Fasz meg! Hát az kicsoda? Rákegyük a gyomrozat, nem tudom ki az. Na jó, gyere, menjünk öreg, mindjárt jövünk vissza, jó? Nem láttad, te csöves? De, azt láttam. És a néger vagy a fehér? Hallod? Nagyon jó tetszik. Köszönöm. Gyere már! Közök akkor, várjatok, már közök! Szeretném jelezni mindenki felé, hogy a ugródeszkáról... Rezsina, a művésznő. Az a Rezsi miatt. Gyere, gyere, menjünk oda a sarokba. Úristen. Úristen, 10 év után fürdött. Azok, fikáik, te bandóban vagy a bocsa tornáról, itt hogy tudsz írni? Na figyelj már, tudod, beszéltünk erről a föld körüli utazás, tudod, tengeri, izé. Figyelj már, Willy Pog, miről szédülsz? Carlito, óvatosan! Mi az izé? Jézusom, várjál már a gyerek! Jaj, a gyerek, jaj! Hozzád beszélek, te csöves geci! Figyelj csak, elmondom mi van. Ha azt mondom, csibész, oda mész, azt lerágod az életét, jó? Figyelj, be vagy pitelve! Csibész! Nem. Csibész! Adjad neki! Csibész! Ez a beszéd, piam! Ez a beszéd. Jó vagy. Mi történt? Megtámadta ez a batkutya! Ez egy dingo! Egy batkutya! Én egy kicsit megszédültem. Oh. Hát ne vejjük meg azt a gyere kell. Öreg! Milyen világ körül utazás? Figyelj, hát tudod, beszéltünk a hajókázásról. Hogy igen. Elmegyünk ketten. Ketten? Hát te meg én, tudod. Miről szédülsz te? Hát amiről beszéltünk tegnap. Hogy elmegyünk ketten egy ilyen utazásra. Tegnap étteremről beszéltünk, semmilyen utazásról. Hát most elhoztalak az étterembe. Holnap megmegyünk utazni, mit szólsz? Utazod a gyász. Figyelj, én felajánlok nekem neked dolgom valamit. Van. Igen? De bravá, felajánlok neked valamit. Tudom, hogy nem nagyon tetszik neked ez a dolog, hogy el kell vannod a szűzik. Mi lenne, hogy pont akkor lelépnénk? Te szerelmes vagy belé. Nem tudom. Figyelj csak. Mennyi pénzed van? Hát a pénz az... neked van inkább. Az baj. Hát igen, figyelj, most neked kell. Írd nekem egy szerelmes levelet, ahol bevallod őszintén az érzéseidet. Nem tudok írni. Akkor mondd például diktaponra. Jó? Aha. És akkor ide pölállok erre a terrorszor. Miért jó neked? Mert szeretném átgondolni az információk tudatában a lehetőségeinket. Aha. Érted? De akkor most elmegyünk, vagy nem, mert le kéne foglalni, tudod? Ki kéne fizetni? Nézd meg, mi ez már megint szeg. Ez az nyomjad rák a gyomrodat. Nyomd kicse szar!
Azaz, szubom kifele a nálad, kós. Van nálad kaki zacsi? Addig arra be kell rúgni a cserép alá, ide jövök, berúgom, kész, sose látsz. Jó, van az ott. Az igen, na, jó, akkor mi figyelj, legyen? Át kell gondolnom. De még át kell gondolnom. Ne gondolkodjál! Semmilyen utazásra nem megyek vele, te gyászkereszt. De miért nem? Mert így viselkedtél, nem volt pira piramis. Akkor menj a rákba. Pira piramis legyen, te, kasszupó. Már érted? Megint az a rohadt piramis, hogy rohadtál meg vele. Úristen. Egerszegi Hector! Aha, tárítógép nincsen. Pám! Ennek nem is kell, legalább megfürdik. Úristen, úszó világbajnokság. Valahogy lehet. Uram, uram, nincsen kedve egyet pontra ugrani velem? Hogy kiugrik jobbat? Dehogy. Na akkor jöjjön. Gyere. Báti! Figyelj csak! Báti! Várjál most versenyben, igen? Jöjjön. Itt onnan le fogok ugrani, fitelt! Jó, jövök. Jöjjön, akkor ugrunk pontra. Na, menjen. Aki a legjobbat ugorja, az nyer. De akkor te kezdjed, fiam. Lássam, hogy milyen magasan van a léc, érted? Ugye, annyit elmondok, ez ilyen üzleti titok. Igen? Ne ugorj, csak sétálj le róla. Mert kellemetlen dolgok történnek, ha ugrasz. Jó, engem úgy hívnak, hogy hosszú Hector, és akkor... Hosszú Hector? Így van, egerszegi hosszú Hector, a műugró világbajnok. Iron Báti, Hector. Báti, én féljek, én nem el kell ugrani. Én marra mi magasabb vagyok. Éppen valami Hectorral ugrok, valami öreggel ugrok éppen pontot. Én nem megyek el kell ugrani. Segítek, jó? Ne, ne, jaa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 a
De jó, Báti! Készen álltok, csömese? Megjött a mester! Kejüld ki a kakámat, mert bejel kakájtam. 10 pont! 10 pont! Fiaim! Van rossz indulatot kaptam. Ne. Öreg, a következő túlgyugolt, hogy a végrendeletben légy szíves, jelölj meg. Mert minek jelölnélek meg? Figyelj csak ide! Figyelj csak, azt mondom, csibész, megtámadod ezt a kurvát. Nem támad, gyere menjünk, mert idő van. Öldik, összeesett a kutya. Menj arrébb, hagyj én leszem ránéztél, újra. A szagod. Állj pő! Megmondtam, hogy menj arrébb, szomorodjál. Most miért engem ütöge? Hívjátok a mentőt, Lesszi! Gyerünk, csibész, Lesszi! Csibész! Csibész, edd meg a kurvát! Csibész! Nagyon jó. Jó van, Lesszi. Ügyes vagy, pia. Tudjad, hogy hol a helyed. Menj innen, mert agyon baszlak. Én vagyok a Dr. Dui-től, minden kutyában majd állattal izé szót értek. Érted? Hol? Ilyesetek, valakit megkínáltak egy Royallal, vagy valamivel. Gyere, hallod, Rózi, menjünk. Hát hogyha... Köszönjük szépen! Menjünk el egy kis! Nehogy már te mondd meg! Mit akarsz egy kis? Hát legyél csöndben is, ne magyarázz el, légy szíves! Láttad ezt? Jó napot, mehetünk! Én beülhettek Báti mellét? Persze, gyere, üljél Báti! Patkány, itt egy patkány! Hát de oda ült Anna! Patkány, dik! Csibész patkány, csibész a Mauglit! Humba, úristen! Patkány! Nekem én nekem kifelállítja mert ott DJ-skedek. És az mi az a dirty klub vagy az? Nem... Jó vagy, Max? De mi jött a patkány? Mert mi jött a patkány? Jöhetünk! Gyere, Rózi! Kutyákkal suttogom, hogy igen. Csibész lesz, hogy mindenki csibész! Akkor vigyázzon magára! Meg elkészülök, és akkor megyek önhöz majd. Rendben van, rendben van, várom. Megborott fel a Nunia. Viszontlátásra addig igen. Viszlát mindenkinek! Viszlát! Tiattó! Vigyázzon magára! Viszlát! Hello! Viszlátásra, ezt egy hatátok! Ide többet kell jönni, ha? Hát ez jó lett szar hely volt. Meg akart erőszakolni az a nő. Na siessünk haza a sofőrké, mert nekem készülődünk. Szarnia kell, akkor mint egy mamut asszony. Mi, randi lesz, ha? Igen. Megy egy kis szopogatásra. Én eldöntöttem már, hogy... Igen? Most akkor baljász szint. Nem, baljász szint, hogy miben környékezel engemet. Mondjad meg a szaltónak. Rózi szaltónak. Mondd el. Te ne hazudjál, mert lekönyökölnek. Baljász szint. Mit mondtál nekem a medencénél? Mit?
Azt mondjad. Mit mondtam? Azt mondtam neked, hogy tudom, hogy nem akarod elvenni a szöszit, és mi lenne, hogyha akkor pont lelépnénk, mikor a lagzitok lesz. Így van, hogy menjek bele hajóútra, hát jössz is, szerelmes és belép, te fogod fizetni. Mert szopni akar baszni. Jó, állandó. Hát ezt engem nem érdekel, nekem a randim lesz, most nem fogom stresszelni magam. Hát én sem, úgyhogy ezt most engedjük el, jó? Mert attól csak a hízó. A sofőr úr itt van? Hogyne. Mit csinál most? Hogyne. Ma? Mi? Semmit. Meg tudnál baszni ezt? Mennyire ér rá? Nagyon. Nagyon ráér a sofőr. Anna, ne csináld már ilyet. Szabad estét adok neki. Carlito, te ma Hektoréknál adtam. Silence! Kösz szépen a két hónapot. Magyarul nálam. Oté, oté. Kösz szépen. Frida? Frida? Várj egy pillanatot, csak jött, hogy nem lesz hármas, nem. Te is elmész otthonról. Én is elmegyek otthonról, mert az egyik felszolgáló elkérdeztem. Na, milyen jó estét lesz mindannyiunknak. Hector, látod, hogy te meg egyedül fogsz. Hogy nagyon megtetszettél a buliban. Én inkább azok egyedül, mint bármelyikőtökkel rákodni. Hát épp ez az, mi kellünk valakinek, te meg nem kell senkinek. Legyél féltékeny, jó? Hát most aztán én besárgultam. Nem azért, mert féltékeny vagyok, azért, mert... Pedig most is azt mondta, hogy legyen, nem én. Azért, mert már problémáid vannak azért, akkor vagy. Ennyi. Meg írjam le neki levélbe. Úristen, hát hol érsz? Szerelmet akartál ballani itt a kurba. Ne hazudjál, szomorodjál ki. Csicsunk, és itt a fehér kerítéses lesz. Ez az, így úgy. Nagyon szép. Nagyon jó. Jó van, köszönjük szépen a fuvar. Na, hát jó estét a sofőr úrnak, majd hívom. Jó lesz neki, jó lesz. Jaj, bocsánat, meg... Álljál le! Bocsánat! Mondom! Véletlen volt. Na, jaj, nem ezt akartam. Véletlen volt rák a gyomról. Na, mi? Na, hova ütsz? Hova ütsz te? Kinek hiszed? Te hova ütsz? Hova ütsz te? Pőpele, nem ütünk meg mostan. Mi van, megfeküdtél? Pihenj meg egy kicsit. Maradj le kutyába. Csípő protézisemben kiesik a helyére. A szar is kiesik belőled. Hogy jöjjek, megbálj. Belőled is mindjárt kiesik valami. Nektek baj van itt a szemetekkel amúgy? Mindenkinek. Ember, milyen éjszakám lesz. Ez az, ez az. Most ne a szaros bugyit vedd fő, mert az gáz lenne. Na jó, van. Szopjatok, basszatok. Jó éjszakát kívánok! Most hagyjál meg egyedül! Máté, mutattatok egy tükköt a továbbba még? Na gyere! De nem buziskodunk! Kazuka, köszépen! Ne, nem, egy tükköt mutatok, tükköt! Ez az én szobám, készülődő! Menjünk ki a szobámból! Ez az én szobám! Most mondom, menjünk ki a szobából! Nem, ez az én szobám, készülődni akarok! Te ne készülődjél, mert rád lesz baszva egy, jó? Menjünk ki fele! Csöves kurva. Nézd, bátja a kezed kémedet. Vidd, mutatom a tükköt, vidd. Nézem. Nadon, nézd az ujjam hedét. Nem érted? Nézem. Aha. Megint baszni, hát megint baszni. Vidd, Ciribú, meg a Rózi. Tíbá. Kurva anyát, Carlito. Mit csinálnak? Jó volt, Máté? Menjetek ki fel a szobámból! Na, jó étakát, Máté! Csak meg egy szerelmet így estén. Jó étöreg! Figyelj csak, menjek ki fel, majd ha szerelmet hallasz mindenki előtt. Jó van, jó van, szia! Sziasztok! Szomorodjál meg! Szia, Máté! Srácok! Anna! Köszönöm nézőknek, hogy itt voltak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak.